A méhecske itt van a kottámon, nagyon tetszik neki, különösen az utolsó két ütem, onnan most nem tágít. Most akkor meg lesz porozva a kottám? Igen. Atyaisten, mit csináljak vele? Ne, vigyázz! Csak ne... Elszállt. Én nem attól félek, nem akartam így agyonvágni, vagy valami. Ilyen ijedelmet egy szabadtéri koncerten. Mindig attól félek, hogy le ne játszam a bogarat. És a fuvola fog egy duettet játszani, méghozzá egy nagyon híres operából, a Carmenből, amit Georges Bizet, francia zeneszerző írt. Hát a Carmen az egy szép cigánylányról szól, és hát ugye ez a cigánylányot kavarja a levegőt, mert először beleszeret egy katonatisztbe, azt ott hagyja, aztán beleszeret egy torreádorba, aztán azt nem tudja ott hagyni, mert közben a katonatiszt írtó féltékeny lesz rá, és aztán a vége az lesz, hogy katonatiszt bizony megöli ezt a szegény Carmen. Tehát nagyon szomorú vége van a szerelemnek, de közben rengeteg gyönyörű dallam, rengeteg vidám dallam, szomorú, végzetes dolgok ugye történnek. Én többször játszottam ezt az operát, és mindig olyan nagyon nagy élmény volt ezt játszani. Olyan 3 óra hosszat eltart, és mindig történik valami a színpadon, mindig nagyon szépek a dallamok, nagyon drámaiak a történések. Hát hallgassák, szeretetem, most egy kicsit azért érdekes, hogy két hangszer helyettesít egy egész nagy zenekart, egy énekart, meg egy csomó szólistát, de azért a hangulatát csak sikerül egy kicsit ide varázsolni önöknek. Ide a liba legelő... Ja nem, ez bocsánat. Bocsánat, ez focipálya? Ide a sportstadionba, azt akartam mondani. Ki is fújom az orrom, úgy meghatódtam. Thank you.
Ugye, mint tudjuk, nekünk jó, nagyon-nagyon-nagyon jó, mert mi örülünk neki, és akkor érezzük, hogy iszonyatosan népszerűek vagyunk. Tudják, ez fontos. Ez nagyon fontos, egy helyben fogunk játszani, nem? És megint visszatérünk a mi kedvenc József Haydnünkhez, ahogy becézték nálunk a Haydn papához, aki, mint tudjuk, 104 szimfóniát írt. És képzeljük, régebben nem úgy volt, hogy úgy nekiült és komponált, hanem rendeltek tőle darabot a hercegek, a grófok, stb. És ő ugye, hogy meg tudjon élni, gyorsan írt egy-két szimfóniát. Hogy hogy kellett neki igyekezni? És képzeljük el, hogy ez a pompa kedvelő Miklós, ez nagyon szeretett olyan hangszere játszani, ami olyan volt, mint a cselló, csak egy kicsit több húrja volt, úgy hívták, hogy bariton. 125 bariton triót írt neki Haydn. De azért nem volt semmi az a pacák, nem, azt mind eljátszotta. Most mi is nagyon igyekszünk, hogy azért sok helyet játszunk, mert nagyon élvezetes, nem fáznak nagyon? Nem? Jaj, de jó. Hát én se, csak hogy a fülemet nagyon fújja a szél, de nem baj, kibírom. Klára falváért mindent. Én Klára falva. Ez a kedvenc falunk, megmondom őszintén. Igen, igen. Ez is három tételből áll ez a darab. Az első tétel egy nagyon szomorú. Olyan érdekes, hogy a klasszikus korban annyira mély szomorúságot tudtak így az emberek leírni, hogy szinte az már egy kicsit a romantikus korhoz közeli. A második tétel az egy scherzo, az egy játék, az egy nagyon vidám. És a harmadik egyszerűen csak könnyed, laza, vidám tétel. Thank you.
Tüntető figyelmét. Jövő héten találkozunk, hozzá kell a gyerekeket is, az unokákat is, kutyát is lehet hozni egyébként. Volt egy orgona koncertünk tavaly, és ott volt az orgonista kutyája végig a színpadon, senkit nem zavart, végén őt is bevontuk. Úgyhogy viszontlátásra, vigyázzanak magukra, Isten áldja magukat!